ne vágjunk is a közepébe, hiszen olyan alkotó munkáit fogunk ma megtekinteni és megnézni, mely Vándor kiállításnak a harmadik helyszínei a Magyar Múzeum. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület hirdetett meg egy olyan tanfolyamot, hogy Békés Csabán, amelyre Ament Éva, aki bútorfestő népi iparművész, vállalkozott, hogy megtanítja azokra a fortélyokra, amit egy ilyen festett templomkazettát meg érdemes tudni. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot idézzek tőle, hiszen elnézést kér, és nevemben fogom én most így őt tolmácsolni, hogy nem lehet itt jelen, mert ő is több kutatáson vesz részt, mint ahogy Éva is, és őt is hadd mutassam most akkor gyorsan, mert dr. Gyulai Évát, a Miskolci Egyetem Történelem Tudományi Intézetének a docensét, egyetemi tanárját, oktatóját és ennek a területnek a nagy tudóját. Úgyhogy köszöntsük Önöket a tanárját! Amit Éva küldött át ide nekünk a Magyar Múzeumban. Az ecsettől a mennyezetig, vagy a kiállításunk margójára. Történetünk rékezdődött. Szinte ott, mikor a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében meghívást kaptam egy 120 órás akkreditált képzés oktatására 2018-ban. Már a legelső alkalommal kiderült, hogy ez egy különleges csapat. Mindenkit megkérdeztem, hogy miért vág bele a képzésbe, és már akkor megdöbbentett, hogy a többség válaszában az áll, elsősorban a saját örömére. Igazi érdemi munkánk valójában a képzésünk végén kezdődött, hiszen bevállaltunk a Lökösházai Katolikus Templom 13 méter hosszú karzatelőjének festését. Olyan büszkék voltak az alkotók és maga az egyházközség is, köszönetüket, hálájukat fejezték ki, amikor elkészült a munka. Aztán folytattuk tovább egy új tájegységekben kalandozva, egy Békés megyei szlovák szoba belső kivitelezését vállalták el, amely az élő népművészet kiállításon olyan nívós mesterekkel együtt, faművesekkel együtt ezt a közös munkát az országos zsűri aranyoklevéllel ismerte el. Ezen felbuzdulva újabb képzést kért a társaság az Egyesülettől. Kialakult egy csapat, vagy ahogy az Egyesület elnöke Pányi Anci nevezi, egy család, akiknek kedvezni kell. Így újabb tájegységek, újabb ismeretekkel lettek, és ezt mind-mind megoldotta a csapat. Táborokat szerveztek, közös munkájuk összefogásolta ezt a kis csapatot. Minden oktató álma, hogy a tanítványai érdek nélkül, de érdeklődéssel figyeljenek, kérdezzenek, álmodjanak, különösen nagy öröm, ha ezt közösségben teszik. Békés Csabán ilyen csapaton van. Együtt figyelve a másikra, együtt a legendás szombati közös vacsorákon, és együtt, amikor közös kiállítást szervezünk, itt és most. És akkor engedjék meg, hogy fel is olvassam ezeket az alkotókat, akiknek munkái látható itt a kiállításban. Földi László, kerékgyártó Emese, Lőrincné Hrabovszki Mária, Molnár Anikó, Morva Lászlóné, Nagyné Hajdú Erzsébet, Nagyné Víg Krisztina, Reisz Ágnes, Schneiderné Pap Edith, Szabó Andrea, Vince Borbála, Víg Ilona, és akkor most hadd köszöntsem körülben Berenc Lászlóné Zsuzsát, akinek szintén indítsuk el ezt a mai estét, ez a mai délután, inkább úgy mondhatom, méghozzá négy gyermek, testvérpár fog most nekünk előadni, a Brunzell testvérek, úgyhogy őket fogom most szólítani, Borbálát, András, Anna Máriát és Ágotát, aki
egy reggeli instant tiszteletből fognak nekünk egy sok irlandi éneket előadni. Dicsérjétek az Úr nevét, alleluja! Dicsérjétek szolgálat az Ura, szolgálat az Ura, alleluja, alleluja, alleluja. Igazon az álmodátok, alleluja, a mi Istenünk házának tornácaiban, tornácaiban. Megmondom őszintén, én nem nagyon láttam, de nekem a szekció a kedvencem, és
tessék megnézni egy gyönyörű, szekkős karzadeszka díszíti a egyébként nagyon kicsi szobát, alatta pedig a... Alatta pedig a Miskolci Hermanutó Múzeumban őrzött mennyasszonyi mennyezetdeszkák egyikéről egy másolat, de nem akármilyen másolat. Ma délelőtt megtaláltam az Észak-Magyarország 1981. július 6-i számában annak a kiállításnak, tehát arról a kiállításról szóló hírt, amelyre ezt a szita nyomatú plakátot készítették az akkori kollégáim, és 81-ben én nem vettem részt ezen a kiállításon, mert július 2-án született a lányom, de még az előkészítésében fiatal múzeumosként részt vettem. Tehát ennyit magamról, nekem is van egy kis mini múzeumom otthon, de nem eredetieket, mert azok a múzeumban való őrzök én sem, hanem másolatokat. De térjünk rá a Nagy Múzeumra, ahol vagyunk, egy Gazdmezőkövesdre, ami tulajdonképpen egy kettős kiállítás. Egyszer egy homázs, egy hódolat, egy tisztelet a régi festőasztalosoknak, hiszen az ő munkáik alapján készültek ezek a művek, másodszor pedig üdvözlet az új kazettafestőknek, hiszen ők művészekként, mesterekként jelennek meg itt önök előtt, és reméljük, hogy sok látogató előtt, egészen novemberig a múzeummal. Kiválasztottam a magyarul a Békésiek egyik tavalyi nagy sikerű és nagyon komoly munkáját, magyarul kereke református templomának hát tulajdonképpen az újjáalkotását a régiek alapján. A régiekből egy pár a Nemzeti Múzeumban van, és azok alapján tessék megnézni a Békés megyei művészek az új mennyezetet, az új kazettás mennyezetet megalkották. Tessék megnézni, hogy már az Isten tiszteletet, és itt Isten tisztelettel hát szentelték föl, vagy nyitották meg. Tehát tulajdonképpen ez a kettőség jellemzi a kiállítást, még akkor is, ha itt az eredetiekből nem látunk, de mindegyik valamiféle eredeti múzeumban őrzött, esetleg a templomban ma is meglévő eredeti mennyezetdeszka, esetleg karzatdeszka, vagy pedig mellékdeszka alapján készül. Tehát ezért mondhatjuk, és akkor visszatérek a címre, hogy régi és új mennyezők. Tehát a régiek és az újak együtt vannak. Mit is jelent az, hogy mennyező? Hát a mennyről gondolom mindenki vallása, elképzelése hát alapján más gondol, de a mennyezőről jó, hogyha ugyanazt gondoljuk, ugyanis a 16. századtól bizonyosan a magyar nyelvben a templomfestőket, a mennyezetet kifestő hát mestereket nevezték, így a templomfestőket, illetve a kazettákat készítőket is mennyezőknek nevezték. Ezért talán a mai mestereknek is kijár, ugye, mint új mennyezők, ez a megtiszteltetés. Ismert a középkornak, illetve a korai kornak a legeslegelején, tulajdonképpen 4 évvel Mohács után, egy mezőnöki mennyező Mihály nevezetű mester a Dunántúlon, aki a mai zsáró kapornaki bencés apátsági templomot mennyezte, tehát festette ki, sajnos nem maradt meg a munkája, de a neve mutatja, hogy valóban így nevezték azokat, akik a templom mennyezetét díszítették. Ekkor még 1530-ban természetesen csak katolikus templomokért, hiszen maga a hitújítás Németországban is, vagy is csak ekkor jelent meg egy 10 éve. Nagyon érdekes, és sajnos nem maradt fenn egy Veselényi Ferenc nevezetű Veselények ősapjáról van szó, aki a krakói lengyelukorban élt, Bátorinak volt tanácsnoka, az egyik főembere magyar főúrként, és ő vette el különben másodszor a Szárkányi Adnát, aki a valasi történetből is ismert. Hát ez a Veselényi Ferenc, mint katolikus, írt egy művet,
de sajnos a mű egyelőre lakon. Tehát csak egy lengyel bibliográfiában hát szerepel, de egészen biztosan, hogy ő főúrként, tanásoként, mint katolikus, a katolicizmus iránt elkötelezett hát főúrként írt egy olyan füzetecskét, könyvecskét, hogy a bálványozásról való könyvecske, a római Atyaszent Egyház oltalmazza magát a sok mennyező felénétől, mikor vádolják őket bálványozóknak lenni. Hát jó lenne tudni, hogy pontosan mit akart mondani, én mondom, hogy sajnos a füzet vagy a könyvecske elveszett. Mindesetre a mennyező félék azok a templomfestők, akik ellen, ezek szerint pont ugye már a 16. század végén vagyunk, a protestánsok a templomi tisztaság, egyszerűség, olcsóság miatt valamiképpen hát elvenezték a munkájukat, de ez azt mutatja, még ha nem is ismerjük, mert sajnos nincs meg az eredeti, hogy voltak mennyező félék a 16. század végén is, és volt olyan, akiknek, főleg a katolikusok, akik ugye a templomaikat díszítették, akiknek tetszett a mennyező félék munkája, és voltak olyanok, akik nem. Tehát ezért beszélhetünk régi és új mennyezőkről. Hogy maga ez a kazettás mennyezet, ez honnan ered, nem nehéz, ha ezekre ránézünk, ezekre a kirágos táblákra, akkor magunk is rájövünk, hogy valahol a reneszánsz világában, mégpedig az itáliai reneszánsz világában találhatjuk meg ennek a műfajnak az eredetét. És ha valaki járt már a Santa Maria Maggiore, ugye római főtemplomában, akkor jól látja, hogy ilyen kazetták vannak. Igaz, hogy faragva, és csak rózsák vannak, rozettás kazetta, de tessék megnézni szépen egymás mellett. A krakói Wagnerben talán többen jártak a fejek termében, és ott is ilyen kazettákat látunk, viszont az egyik ugye szakrális, a másik pedig a királyi palotának az egyik termét viszíti. Tehát eredetileg a reneszánsz síkmennyezetet fették ezekkel a kazettákkal, és nem csak festették, sőt eredetileg nem festették, hanem faragott plasztikákkal díszítették, akár emberfejekkel is. Tehát tulajdonképpen az itáliai, hát a krakói Wagner is az itáliai, ugye Sforza Bona, mint királyné, tehát a krakói Wagner és az itáliai reneszánszra megy vissza. Igen. És amikor készültem, megmondom őszintén, én nem ismertem ezt a műtárgyat, de hát nagyon-nagyon megörültem. Képzeljék el, hogy a Néprajzi Múzeumban van egy 15. századi Zutriból származó hát polgári palotának a mennyezete, amelyet így egyben megvásárolt a Néprajzi Múzeum. Tehát még Itáliában se kell elmenni, hogy ennek a genezisét megtaláljuk, elég a Néprajzi Múzeum raktárában szétnézünk, mondjuk ezt nem lehet mindenkinek lehet, de tessék megnézni, hogy ezt a panelt, amely valamikor a 15. században, valószínűleg a második felében, ebben a csodálatos Rómához közeli itáliai városkában egy polgári palotának a mennyezetét készítette, akár ma is egy templom mennyezeteként el tudjuk képzelni, és ezek már nem faragott díszek, látszik, hogy itt vannak különböző rozetták, különböző ornamentikák, amelyek már nagyon-nagyon hasonlítanak ezekhez a virágokhoz és ezekhez az ornamentális díszítésekhez, amelyeket mi itt látunk. Tehát a későbbi magyarországi díszítésekhez. Amit azzal is kezdtem, hogy Magyarországon látjuk, hogy Zutriban a polgári palotákat is így mennyezték. Magyarországon azonban sajátos templomi művészet lett ebből a 16. század elejétől, és hogy miért?
tulajdonképpen a török idők is, egyáltalán az enyészet, meg a hituitás, a török háborúk is hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon sok gótikus templom elpusztult. Én legközelebb ugye a Miskolcit tudom említeni, 1544-ben, amikor a török úgy gondolta, hogy ezt a Mezőkövestől északra lévő területet is hát adózás alá hajtja, akkor légió szokása szerint a felperzselt föld technikájával próbálta sikerrel rávenni a miskolci polgárok fizetésre. Mindent fölgyújtott, és akkor a mostani avasi templom gótikus hálómennyezete beomlott, és aztán a 17. században sík mennyezettel fotolták. Hát egy gótikus, egy mezőváros, főleg a török időkben már nem engedhette meg magának, hogy egy új gótikus boltozatot visszaépítsen. Tehát ez lehet az egyik oka annak, hogy miért kezdték el a sík mennyezeteket a templomban, a régi templomokban, amelyeket bizony az enyészet, illetve a török háborúk miatt, hát igen, megviselt maga a háború, illetve az idő. Jóval olcsóbb volt, és protestáns templomok, ekkor még több protestáns templom volt, mint katolikus. A 17. század ugye közepétől mondhatjuk azt, hogy az erőteljes rekatolizációval már nem csak az arisztokraták, hanem a nép is, nép egy része is, sokszor igen, a földesurak, a kegyurak segítségével visszatért a katolicizmusra. Mezőkövesd érdekes pont az a pici kis részét Borsodban, ahol megmaradt a katolikus vallásgyakorlat, de sehol máshol Borsodban nem. És Szentlélről ugyanezt el lehet mondani. A 17. század első felében kezdtek a honai nyugatet, meg a jezsuita és más missziók téríteni, mert egységesen protestáns ezen a vidéken ugye reformátusok voltak a hívek. És valószínű ezzel lehetett valami feldobni a templomokat, hiszen a protestánsok ugye nem díszítik a templomaikat, fehér falak vannak, nem ábrázolnak semmit a Bibliából sem, hanem ugye csak a sola scriptura, ugye csak a Szentírás. És a prédikációban az Isten tiszteleteknek a központjában, és nem az áldozás, nem a szent áldozás, mint a katolikusoknál. Tehát tulajdonképpen ezzel egy kicsit maguk is, hogy mondjam, hímezték tehát a templomaikat. És ebben a szakrális környezetben nagyon érdekes, hogy ennek ellenére, hogy szakrális környezet volt, mégis a legkevesebb a szakralitásra utaló utolómotívum, hanem a reneszánszból pont ezeket a virágos, indás, szép ornamentikát vették át. Tehát tulajdonképpen szakrális környezetben egy kicsit a reneszánsz virágos kertet és a reneszánsz életérzést, hát lehet, hogy csak a mennyezetnek a karzondeszkákon, de visszaállották. És nagyon érdekes, hogy a katolikus templomokban viszont oltárokat emeltek, és nagyon sokszor ezekkel az oltárokkal, már korabarok és barok oltárokhoz, már ezek a reneszánsz hát, világos mennyezetek tulajdonképpen bár összeveztek. Tehát nem is illet már ez a világos mennyezet a meginduló virágzó barokk művészethez, az oltárművészethez. Így aztán nagy általánosságban ezek a protestáns templomokhoz kapcsolódnak. A legelső, legalábbis a kutatás a bókármárajai kazettás mennyezetet tartja, még a középkornak a legeslegvégén készült Erdélyben, és a Magyar Nemzeti Galériába került. Rossz állapotban volt, nagyon sok, tudjuk, a katolikus hát egyházművészetből is a 19. században nagyon sok oltár, főleg a Felföldről, de akár Erdélyből is a központi budapesti múzeumba került. Na hát így a 20. század elején így került a Bogár-Máraljai teljes mennyezet a
Magyar Nemzeti Galériába. Sajnos nincs kiállítva, de mindenki a kutatás megegyezik a kar. Hoztam magamnak ide valamit. Köszönjük. Mindenki megegyezik abban, hogy mi a középkorban, ugye még Mohács előtt egész biztos, hogy mert van erre ugye példa, már ilyen síkmennyezetet, ilyen olaszos rendszás síkmennyezetet Erdélyben alkottak. A mi vidékünkön a Gömör és Borsod határán lévő, most pedig ugye a szlovák határon lévő Szent Simon van, jelenik meg először a 17. században, 1650-ben egy nagyon szép, amúgy is ugye látszik, hogy egy szép középkori és tárpátkori templom. Ez a legkorábbi a mi vidékünkön, Borsod-Abolcs-Erdélyben, nyilván a 17. század közepén, és az az érdekes, hogy ez viszont nem protestáns templomba készült, de ugyanúgy ugye síkmennyezettel kellett a korábbit felváltani, és itt Szent Simonban úgy döntöttek, hogy az előbb már váltották ezt az olaszos virágmintás mennyezetet, kazettás mennyezetet álmodják meg, tehát akkor is katolikus volt, ugye az volt a másik katolikus központ, egy 1629-ben még itt Hangolyban, Szent Simonban katolikus plébániát írtak össze, miközben mondtam, hogy mind Gömör, mind Zentvér, mind pedig Borsod, az majdhogy nem tisztán protestáns lett a 16. század második felétől. Tehát a mi vidékünkön ez a legkorábbi, és tessék megnézni, hogy mondjam, mint teljes fedverzetében, teljes szépségében jelenik meg. Korábban nincsen, és a mesterek, egyesek szerint erdélyi mesterek voltak, a mesterek azok mintha egész életükben ezt tanulták vagy csinálták volna, tehát valószínű, hogy korábban is, a 16. század végén, 17. század elején is lehettek, ez az egy maradt meg, és Magyarország egyik kiemelt műemléke és kiemelt művészeti emléke. A Botigum kincsnél tartunk, már beszéltem róla, hogy abszolút az itáliai reneszánsz hát ornamentikája, hogy mondjam, tarol. De tekintettel a szakrális környezetre, bibliai jelenetek, Bibliához, a valláshoz a kapcsolódó hát motivumok is megjelenhetnek. A leggyakoribbak, tessék körülnézni, stilizált világos virágok és növények, de néha valós és képzeletbeli alakok is megjelennek, illetve néha ritkán még emberi alakok is. Ha a Gugán aljait megnézzük, ott még páncélos vitézek is feltűnnek. Ugye, aki festett, vagy aki az a kegyúr, vagy az a donátor, aki ezt megrendelte és fizette, az nagyon sokszor magát, vagy a környezetét is szerette volna megjeleníteni, ugyanúgy, mint a középkori falképeket, ott is ott vannak az apródok, és ott vannak a lovagok. Nos, ritkán emberi alakok is, égitestek természetesen napod és a csillagok, de ezek, hogy mondjam, a szakralitásnak is alapvető hát eszközök, alapvető elemei. Érdekes, hogy sokszor Ádáméba is megjelenik, de hát a Bibliára már utaltam. És természetesen címerek, emblémák, az emblematika köréből, tehát az emblémák azok tulajdonképpen szimbolikus ábrázolások, személyhez, családhoz kötődő szimbolikus ábrázolások. A heraldika, hát eszköztárából is olyan alakok, amelyek a címereken jelennek meg, tehát tulajdonképpen a címert ahhoz, a címeres ábrázoláshoz is sokszor hasonlítanak, és általában mindenféle főként vallásos, de másféle szimbólumok is. Tessék arra gondolni, hogy gyakori például ugye a református egyház szimbóluma a fiókái saját vérével tápláló pelikán, gőtény, vagy publikán madár, ugye, ahogy régen mondták. Az egyház az, amely ugye a híveit, akár még a mártiromság
a Márpiromságából is így táplálja. Tehát tulajdonképpen nagyon sok szimbolikus ábrázolás, de a legtöbb az világos, leveles, itáliai reneszánsz ornamentika. És itt szeretném ezt megmutatni, hogy ez a motivumkincs azonban nem csak a mennyezetdeszkákra jellemző. A 2008-ban volt egy csodálatos kiállítása a Néprajzi Múzeumban. Tessék megnézni, itt van a gyönyörű katalógusa, az előadás után majd meg lehet nézni, ahol majd a kollégák felsorolják, hogy ezek a reneszánsz motivumok, a reneszánsz életérzés, a reneszánsz emlékek, azok a népi művészetben, a népi elitművészetben, illetve a köznapi művészetben milyen hihetetlenül tovább élnek. Tehát a késő reneszánsz az majd, hogy a 19. századi hintzésekben, vagy akár a 20. századi hintzésekben napjainkig él, de szinte minden olyan tárgyat, amit mi népének tartunk, vagy minden olyan tárgyi műfaj, azonban ugyanezek a reneszánsz motívumok megjelennek, csak mi most éppen a mennyezet deszkákról beszélünk. Tehát tulajdonképpen az olasz reneszánsz, az olasz világos reneszánsz, a magyar késő reneszánsz népi motívumoknak is tulajdonképpen egy hogy mondjam, genezise és egy örök táplálója marad egészen addig, amíg népművészet hát létezett, vagy létezik. Sőt, ha meg a népiparművészeket nézzük, akkor természetesen máig. Ugye ennek a kiállításnak az volt, hogy címben, hogy legendás lények, varázslatos virágok. Ugye, legendás lényeg, ezek azok a szimbolikus alakok, a heraldikából, emblematikából vett szimbolikus alakok, amelyek megjelennek a népművészet szinte minden műfajában. És ezek közül természetesen a stilizált és varázslatos világok, hogyha körülnézzük, azok a legáltalánosabbak. Én itt egy 18. század elején készült, 1735-ben készült megyaszói mennyezetdeszkát mutatok, ahol ugye tulipánokat látunk, de a következőkön is, ha nem is felfedezik, ezek is tulipánok, és a tulipán mutatja, hogy valóban ez a reneszánsz világban. Ugyanis képzeljék el, hogy a tulipánt azt egy németalföldi diplomata, Büszbek, aki különben a magyar király diplomáciai csapatának tagja volt, amit Verancsics Antal egyik püspök, ez a vissza, akkor még csak talán Pécsi püspök vezetett. Ők elmentek Törökországba, Ferdinánd királyságból, a Verancsics püspök terem 4 évig ott várta, hogy szólásban elé kerülhessen. És ez a Büszbek ekkor hozta el az első tulipánt Európába. És itt jól látszik, hogy ez a tulipánnak a legelső ábrázolása egy nagyon híres svájci botanikus Konrad Gesner rajzolta le, ugyanis 1559-ben egy ausztulgi kertben már elvesztették, mert Büszbek elhozta ugye Németalföldre, és Dél-Németországban is terjedt. Természetesen a mai napig ugye Hollandiában, egykori Németalföld területén termesztik a legtöbb tulipánt. Olyannyira, hogy a 17. században még tulipán tőzsde is volt, sőt tulipán krak is volt Hollandiában. Tehát az egyik legfontosabb és legérdekesebb motivum maga a tulipán, és látjuk, hogy azt 1550-es évek előtt Európában nem is ismerhették. Tehát tulajdonképpen a késő reneszánsz korában jelenik meg maga ez a növény, maga ez a virág, és utána nem csak Hollandiát, hanem a magyar díszítőművészetet is
díszítő művészetet is megmutatja. Tessék megnézni, hogy a mennyezet, a mennyasszonyi mennyezet deszkákon hányféleképpen ábrázolják a tulipánt. Valamit én már nem is biztos, hogy tulipánnak jönnek, de a kutatók szerint ez még stilizált tulipán. Tehát a rózsa mellett, a négy levelű, esetleg öt levelű heraldikai rózsa mellett, mert nem valódi rózsák ezek, a stilizált tulipán a leggyakoribb virág, amit mondom, csak a 16. század közepén jelent meg Európában. Vannak különleges ábrázolások, az egyszarvú az többször megjelenik, ugye ez is a heraldikából, emblematikából jön, illetve a szakrális művészetből, mert az egyszarvút, az egyszarvú az Krisztus szimbólus. Tehát még akkor is, ha esetleg a festő nem tudta, még akkor is, hogy mondjam, egy szakrális jelképet vitt a művészetébe, de tessék megnézni, hogy almafa, földefa, egyáltalán gyümölcsök jelennek meg. A gránáta, de mégis a legfontosabb és a legnépszerűbb gyümölcs az a gránátalma, mert az is egy szimbolikus növény. A Bibliából, keletről, a régiségből, tehát tulajdonképpen ezeket az ismert, vagy kevésbé ismert gyümölcsöket is szakralizálják ezek a festő mesterek, és hát természetesen itt van a nap, a hold, a csillagok, de amit mondtam, mind a császári királyi szimbólumok vagy címer, mind pedig a donátornak a demet, az akkor élt esetleg hát közelműködő nemeseknek a címere is megjelenhet a mennyezet deszkákon. A leg, hogy mondjam, éppen itt velem szemben itt van, Zsuzsának az alkotásán a legautentikusabb, vagy a leginkább emblematikus ábrázolás az úgynevezett olasz korsó. Az olasz korsó pedig tessék megnézni, az például a németalföldi művészetben már a 15. században megjelenik. Tehát az, hogy egy szép korsóban virágot tesznek, és ugye a Hansen, mint a híres németalföldi festő, ugye templomi festő, különben oltárfestő, ő egy ilyen kancsóban, vagy hát állított liliumot festett meg, a mennyezet deszkákon megjelenő, majd mindjárt meglátjuk több változatban is. Olasz korsók azonban a valódi olasz korsókhoz hasonlítanak, sokszor kétfülesek, egy kicsit ugye testesek, hasasak, tehát az ilyen majolika korsókban tett virág az egyik legnépszerűbb motívum lesz, és a népművészettel foglalkozó, vagy művészettörténészek ezt olasz korsó motívumnak nevezik. Tessék megnézni, hogy például ez is egy olasz korsó, itt is egy olasz korsó van, itt is egy olasz korsó van, itt is egy olasz korsó van. Az a jellemző, hogy nagyon kicsi az olasz korsó ezeken az alkotásokon, és a virágok dominálnak, de akkor is ezt a motivumot, hogy egy vázában virágot teszünk, tessék megnézni, már a 15. században, és nem csak Itáliában, hanem már a Németalföldön is így ábrázolták. Tehát tulajdonképpen egy csendélet, egy szimbolikus csendélet, ahol a virágok, a stilizált virágok uralkodnak. Én ezt az interneten találtam, ugye ennek a csoportnak az egyik hát, tagja a Csilla Műhely címen, egy nagyon szép blogot működtek, és ott találta meg ezeket a Szilágy megyei Farkasról, ő maga fényképezte. De magyarul kerekén, ahol szintén ez a társaság, ez a békési bútorfestő társaság működött, ott megvannak az eredeti hát, bútorfestő alkotásokból is, például ugye a szószék,
és ha a szószéket tessék megnézni, ki nagyítjuk, az is egy olasz korsó, de egy olyan olasz korsó, hogy azon már minden van, már törte is van, madár is van, ez már tulajdonképpen nem is virág, hanem egy fa is, de mégiscsak virág. Tehát ez már a 18. században, a híres Ümling család alkotása, és nem tudom, hogy te jártál magyarok kerekén? Én is mester. Igen, igen. Én is jártam. Igen. De tudod miért? Mert ott ugye az egy nagyon szép Kalota Szent Királyhoz közel van, és ott van a Bregyásza nevezető nagy hegy, egy 2000 méter, majdnem 2000 méteres hegy, ha nem is a tetejére, de valamelyik fölmente, és magyarok kerekén keresztül a templom mellett kellett elmenni, de megmondom őszintén, persze nem volt nyitva, a református templomok azok sosincsenek nyitva, és még nem gondoltak arra, hogy valamikor én találkozni fogok a magyarok kereki, a Szent Király melletti magyarok kerek templomával, és hát nagyon örömmel szolgált, hogy én ezen a helyen, ebben a helységben már jártam. Amit mondtam, régi mennyezőkről, régi mesterekről és új mesterekről van szó. Hát kik ezek a régi mennyezők? Hát őket festőasztalosoknak nevezi most a szakirodalom, ők magukat nem így nevezték, hanem csak asztalosnak, asztalos mestereknek. És mint a legtöbb mester a rendiségben, cégekbe töbörültek, mégpedig asztalos cégekben, ahol voltak ügyesebb festők is, akik a festőmunkát elvégezték. Tehát olyan, hogy csak festőasztalos cég a rendiségben nem volt, később aztán bútorfestők már, akik bútorfestést is vállaltak, azok már cégekbe törülültek, sőt Miskolcon például az ipartársulatok megjelenésében is volt, az ipartársulatnak volt bútorfestő. Hát részlege, tehát tulajdonképpen ismert volt ez a mesterség, de a régiségben általában az asztalos céhekben töbörültek, még Miskolcon is voltak ilyen asztalosok, ugye a mennyasszonyi deszkákat ők készítették elég korán az 1135-ös években, más kérdés az, hogy akkor még nem voltak céltagok, nagyon éresek voltak a kolozsváriak és a komáromiak. A komáromiak készítették a mezőcsát. Tehát, és persze nagyon sok más mester is, de ezek céhekbe törülültek, tehát tulajdonképpen egy egész társaság foglalkozott mindenféle munkában, köztük a festőasztalos munkával is. A régi mennyezők közül a békésiek a magyar fülkösi kazettás templomi mennyezettel foglalkoztak, amely szintén 17. századi, a legtöbb ismert az 18. századi. Ugye már a barokk korban reneszánsz mennyezet, még mindig reneszánsz mennyezeteket alkottak ezek a festők, viszont ez 17. századi, és arról nevezetes, hogy itt van a templom, amit most újítanak fel, hogy ez a mennyezet, vagy legalábbis pár deszka, ugyanúgy, ahogy mondtam, már a 20. század elején múzeumba került, és a Néprajzi Múzeumé, tehát a Néprajzi Múzeum nem tud ennyi mindent kiállítani, és kölcsön adta a Rákóczi Múzeumnak. Tehát ha a Rákóczi Múzeummal a rákócziak hát egyház támogatását adta a 17. századi protestáns vallást bemutató részben, ott tessék meg, ott van egy szószék karona, egy egész templom belsőben rendeztek, és ennek a, hát, hogy mondjam, ennek a templom belsőnek egy erdélyi mennyezetet, belsőzet, egy erdélyi mennyezetet alkottak. Hát persze, mondjuk a rákóczyak azok erdélyi fejedelmek is voltak, igaz? Rákóczi Zsigmond és első Rákóczi György és második Rákóczi György is, még Rákóczi Ferenc is annak hívta magát, pedig ő már nem lehetett fejedelem, ráadásul 15 éves korában katolizált, tehát ő már nem a protestáns fejedelemnek, a vallásnak nem lehetett utódni. Tehát a magyar fülkösi erdélyi, Maros megyei
deszkák, amelyek múzeumban kerültek, azok most a Rákóczi Múzeum kiállításán láthatók. Gondolom, hogy ha újra eljutnak, most már más szemmel fogják nézni. És egy kicsit ismerősebb lesz ez az enteljő. Egy teljes templom elsőt megalkottak ott. Egy másik, tehát ugyanezt a magyar fülkösit, viszont ezekből a megmaradt deszkákból, illetve én úgy látom, hogy hasonló alkotásokból is újjáalkott ez a Bécsi társaság 2022-ben. Olyan, itt még a padról látható, de ez a mennyezet deszka alkotás aztán fölkerült a templomnak, tehát fölkerül majd a templom mennyezetére. Nagyon érdekes, ugye már magyarok keretéről beszéltünk, ezek, illetve még egy pár eredeti 18. századi deszka, a Néprajzi Múzeumban található, ezeket ki sem állítják, tehát ez csak a raktárban. Értem, megmutatom, hogy akit érdekel, hol nézhetitek az interneten, a legvégén azzal fogok foglalkozni. Tehát ezek a gyönyörű deszkák, ezek a Néprajzi Múzeum raktárában vannak, ugye ezek pedig az eredeti helyen. A kettő között hát van egy 800 km biztos, de 700 az egész biztos. A felhoz ott maradt a helyszínen, a fel pedig maga a deszkák, a mennyezett deszkák, ugye azok a legsérülékenyebbek, azok pedig a múzeumban vannak. És ezek alapján készítették el az új mennyezők, az új mesterek, a népiparművészek, ezek alapján készítették el, tessék megnézni, halott azért a magyarok kereke új festett kazettás mennyezetét, de nem kell olyan messzire menni, hogy hasonló, és majd ezzel szeretném befejezni, hogy hasonló más olaszok, újjáalkotások, hasonló műremekek szülessenek, ugyanis nem messze van a mezőcsápi református templom eredeti mennyezete, az 100 évvel ezelőtt szintén múzeumba került. Tudni kell, hogy a múzeumba került azt jelentette, hogy megvásárolták akár a mezőcsátit, akár pedig például a mennyasszai, és más ugye klenódiumokkal, templomi berendezési tárgyakkal együtt megvásárolták ezeket. Az állam ugye a saját országos múzeumának megvásárolta, és sokszor például szerülően a református parókia 1920-as években épült, tehát az egyház pedig, miután már nem használta, az egyház pedig hát az abból kapott pénzt az egyház építésére fordította. Tehát a mezőcsápiak is eladták a református templomi berendezésüket, szintén ugye a Néprajzi Múzeumban van, viszont a Néprajzi Múzeum, mint mondtam, nem tud ennyi mindent kiállítani, és ezeket a debreceni, tehát a mezőcsápiakat, pedig nem is ugyanaz az egyházkerület, ugye? Ezeket láttuk, hogy a magyar fülkösi az Sárospatakon van, de ott nem is az egyházkerület, nem is az ország, ugye? Sőt, és a 18. században mondtad, akkor sem az az ország, mert Erdélynek akkor is külön kormányzata volt. 17. században meg két külön állam volt, még akkor is, hogyha mind a kettő ugye a középkori magyar államnak a letéteményese volt. Tehát a mezőcsáti pedig a debreceni állandó kiállításnak a Bölcsőtől a Koposrói Egyházművezeti kiállítás részén van, ott lehet megnézni a mezőcsátit, az eredetit, de hát a mezőcsátiak azok nem nyugodtak bele, hogy nekik nincs mennyezetük, ugye ugyanúgy, mint hogy Erdélyben sem nagyon nyugodtak, és akkor nyitták a mai mennyezőket, a mostani mestereket, és tessék megnézni igazán szépen, gyönyörűen új
új mennyezetet alkottak itt a mezőzsáki református templomban, és ez a tábla mutatja meg, hogy ők nem festőasztalosokat, hanem egy nagyváradi művészt fogadtak föl, és valami elképesztő módon nagyon sok ízléssel, szerintem nagyon, nagyon alázatosan és mégis gyönyörűen újra alkotta a mezőzsáki táblákat, olyannyira, hogy egy még nekem is jutott belőle, amit mutattam. És a megyeszúlyak is vérszemet kaptak, amikor megtudták, hogy a milyen a múzeumban van, ugyanúgy, mint a mezőcsáti, de hát azért próbáljunk már mi is, ugye. Először elkérték és megmutatták a falunra, illetve a híveknek, ugye a gyülekezetek, utána pedig ugyanezt a művészt, Váradi művészt megbízták. Ugye, itt van az eredeti, ami a Miskolci Elgondoló Múzeumban van, és látom, hogy ezen munkát miskolci mesteremberek Asztalos Énre és Asztalos István készítettek. Célük még nem volt, de ők maguk már asztalos mestereként tehát, határozták meg magukat. Tehát tulajdonképpen egy kicsit visszakerült, most a Miskolci Múzeumban van, egy kicsit visszakerült Abaújból Miskolcra. Itt pedig ugye a nagy tábla, amin a korabeli mindenki fel van sorolva, aki számított valamit akkor a mezővárosban. A presbiterek, ugye a nemességnek volt egy külön csoportja, mert egy ilyen militáris hát, közösség volt ez, valamikor ugye egy hajdú közösség. Mindenki föl van sorolva, már emiatt is egy rendkívül jó forrás, mert ezek a nevek együtt máshol nem szerepelnek. És amikor 500 éves volt a reformáció, akkor a Hermann Múzeumban készítettünk egy kiállítást, és akkor ugyanúgy, ahogy eredetileg, vagy legalábbis hasonlóan az eredetihez, visszaállítottuk a mennyezői mennyezetdeszkákat, és az az érdekes, hogy itt nem csak a mennyezetdeszkák, hanem a hangvető is eredeti, mert az is bekerült. Láttuk, hogy magyarul kertjén ott vannak, igaz? De itt az is bekerült, sőt, hát a nagy tábla is, ezt viszont már öcsödről kértük kölcsön ezeket, mert Pannonpál nem találtuk máshol, de az igazság, hogy ezek a 18. századi egyszerű barokk padok, ezek tökéletesen illettek. Az egyházkerület püspöke nyitotta meg a kiállítást, és tessék megnézni, hogy Benyaszón, ez az eredeti, a régi urasztala volt, amit már nem használtak, a múzeum restaurátorai helyreállították, és azt is kitettük. Tehát tulajdonképpen még adtunk is hozzá, ugye úgy, hogy egy régi műtárgyat felújítottunk, és az első és második héten a Benyaszóról még a klerodónak ad az urasztali edényeket is elkértük. Tehát tulajdonképpen 100 év múlva újra, hogy mondjam, családegyesítés történt, a Benyaszói templomi berendezés, az urasztala és az urasztali klerodónak urasztali edények is mindegyik voltak. Tehát egy varázslatos pillanat volt tényleg, nekem életem egyik legszebb múzeumi pillanata volt. És mondom, ők is akartak magunknak egy másolatot, viszont ugye éppen azért adták a mennyezői templomot, ki kellett bővíteni a 19. század végén, mert már nem fértek el, és majdnem egy új templomot alkottak, hát oda már a mennyezetre nem lehetett volna visszatenni, de szerintem sokkal, egy kiállításként vagy egy gesztusként a templom egyik sarkában szépen felállították a másolatot. De szerintem, hogy mondjam, talán még jobb is, mintha az eredetire tették volna, mert az eredeti az máshol van. És az eredeti helyen nem mindig jó, hogyha másolatot teszünk. Szerintem ők ezt nagyon-nagyon jól megoldották. Tehát nekem ez
nagyon tetszik. Másodszor a hívek így testközelből nézhetik ezt a tényleg varázslatos, hát virágos világot. Tehát ezeket nagyon tessék megnézni, mert haza megy az, mert ezek nagyon izgalmas. Még a templom körül hasonlóan, mint az erdői erőtemplomok, még bástya is van, még egy leomlott bástya is van. Tehát ugyanúgy a rejtőszói templomok is a 17. századnak erődítették, ugye török miatt, nem csak a török miatt, sokszor a rendi háborúk miatt is. És szerintem az egyik a megyében az egyik kivételes hát emléke ez a helyi erőtemplomoknak. És van olyan is, mint a Leánykazói rendezvényház, ahol szerintem nem oda való. Tehát nem egyszerűen csak kiállítást, hanem a rendezvényház díszeként egy ilyen világban valószínűleg először is alacsonyan van. Azért egy templomban tényleg a mennyikhez közel van, itt viszont egyszerűen csak a plafonra rátették. Nekem ez már nem tetszik annyira, tehát nagyon szépet akartak és nagyon ki akarták díszíteni, de hát valószínűleg egy villába ez a szakrális, hát tényleg szakrális művészet szerintem nem illik. És a legesleg mindig szeretném megmutatni azt, hogy akit ezek érdekelnek, az eredeti műtárgyak, azok hol lehetők fel. Egy kis Margit nevezető etnográfus, muzeológus, egy 10-valahány évvel ezelőtt óriási munkába fogott, és 10-valahány templomnak a teljes berendezését, illetve múzeum, ahol múzeumban vannak ezek a templomi berendezések, a helyi muzeológusokkal, Miskolcon velem, másról mással összefogva, földolgozta. Tehát a famennyezet.néprajz.hu oldalon kell megnézni, és tessék megnézni, hogy az a cím, hogy festett famennyezetek, templomi faberendezések, állami és egyházi fenntartási közgyűjteményekben. Tehát ez nem teljes, de például magyarul kerekebente van. Tehát mondom, akit érdekel, az keresse föl. Nagyon érdekes, hogy lehet múzeumok szerint keresni, lehet műtárgyak szerint keresni. Tessék megnézni még az Ulasztalát is, karzatmennyezetnél, stallumnál, ugye, tehát azoknál a díszes faluknál, fogasnál, például a Miskolcon is. Miskolcon van mennyasszói, és a avasi templomban lévő eredetit is, illetve a múzeumban lévő, de avasi templomból származó hát festettet is, festett darabok is együtt szerepelnek, tehát egy csodálatos, természetesen fényképes lista ez, vagy adatbázis. És itt az utolsó dián szeretném megmutatni, hogy a sokat emlegetett magyarul kereke, ahol én gép is jártam, magyarul kereke református templomába nem csak az eredeti tárgyakat lehet megnézni, hanem még a Teleki Árpád által készített csodálatos akvarelleket is. Tehát akit érdekel még egyszer, famennyezet.néprajz.hu, vagy pedig én úgy szoktam megkeresni, hogy festett templomi, erre is kívül, nem is festett templomi, festett templomi, és érdekes, hogy erre is a Google kihozza, lehet, hogy másnak nem fogja, de egy olyan világot őriz meg ez a csodálatos kutatás, ami hasonló ahhoz, amit az új mennyezők vagy a hát művészek megalkottak, tehát egy régi világnak a megőrzése, vagy új alkotása. A tudomány is megteleti, így egy ilyen adatbázissal, de hát köszönjük a művészeknek, és ezt utána megtekinthetik, hogy ők is megtehetik, hát művészi értékkel és érzékkel és művészi kvalitással. Köszönöm szépen a figyelmet! Időben is ugye végig gondoltatva, hogy honnan is indulunk el, és hogy milyen jó, hogy ez a régi és az új alkotóink is megjelenhetnek egy-egy helyszínen. A kiállításban is majd lehet látni ennek a templomnak a
munkáit. Még egyszer nagyon köszönjük, Éva, és befejezésképpen újból a Brunzell testvéreket fogjuk megkérni, hogy zárjuk le ezt a mai délutánunkat, esténket egy alkonyat Isten tiszteletről, egy Zsoltár versenyekért.